Az Európában termelt élelmiszer egyötöde a szemétben végzi, vagy marhatakarmányként. Ez évente 140 milliárd eurós pazarlás. A szakértők szerint a probléma megoldásához közös erőfeszítésre van szükség. A termelőktől a fogyasztókig mindenki tehet valamit. A szépséghibás répákat gyakran állati takarmányként használják, de ez a holland mezőgazdasági üzem egyfajta pazarlásként tekint erre. Amit nem tudnak friss áruként vagy hámozott répaként eladni az élelmiszeriparnak, abból levet és adalékanyagokat készítenek. Igyekszünk optimalizálni a tervezést az iparnál, a friss áru piacnál és a hozzávalók piacánál is. Megpróbálunk felhasználni mindent, vannak zöldségeink, készítünk leveket, van pépünk melléktermékként, megpróbáljuk a rostokat felhasználni belőlük. A közeli úgynevezett fölösleg üzem az élelmiszeripar olcsó melléktermékeit használja értékes nyersanyagként. Ezeket a megsérült paradicsomokat nem fogadják el a hamburgergyártók. Megkapjuk őket, és ízletes szószokat, leveseket készítünk belőlük. Olyan répákat is használunk például, amelyek túl nagyok az élelmiszeripar vagy a kereskedelem számára. Azáltal, hogy ütődött, nem megfelelő alakú vagy színű zöldségeket használ, amelyeket gyakran értéktelennek tartanak, a fölöslegüzem növelte a forgalmát, és több dolgozót vett föl, főként hátrányos helyzetűeket. Meghívnám az embereket az összes országból, hogy jöjjenek el, nézzék meg, mit csinálunk. Tanácsokat adnék nekik, segítenék, hogy felismerjék a problémákat és okuljanak abból, amit az üzletünkben megtanultunk, hogy minden országnak lehessenek ilyen élelmiszertermelői. Ez csak néhány azok közül a példák közül, amelyeket a Refresh európai kutatási projektben tanulmányoznak 5 országban. Azt vizsgálják, mit lehet tenni, hogy a fölösleges élelmiszereket értékes termékekké alakítsák. Nem olyan megoldást látunk, amely mindenki számára alkalmazható. Inkább egyfajta mintát dolgozunk ki, amely révén bármely európai országnak segíthetünk, hogy tanuljon abból, amit mi megtanultunk. Abban is közreműködünk, hogy segítsünk kidolgozni a megállapodásokat az ellátási lánc szereplői között. Az új technológiáknak is lehet szerepük. Egy holland startup cég automatikus kamerát fejlesztett ki az éttermi konyháknak. Így nyomon követik, hogy mi kerül a kukába. Részletes statisztikákat vezetnek a pazarlásról, amely megelőzhető lett volna. A startup szerint a szolgáltatással az éttermek 7-szer annyi pénzt takaríthatnak meg, mint amennyibe a kamera kerül. Látni fogják a veszteségeket, és eldönthetik, hogy kevesebbet rendelnek, vagy kevesebbet gyártanak bizonyos termékekből. Így megelőzhetik, hogy a szemétbe kerüljenek. Átlagosan minden monitor lehetővé teszi 4000 kiló élelmiszer megtakarítását évente. Képzeljék el, ha ezt a technológiát széles körben használjuk. Sok holland szupermarketben árulnak olyan termékeket, amelyek szavatossági ideje hamarosan lejár. Ezeket az eredeti ár töredékéért kínálják. Ebben az üzletben fölösleg keletkezik friss pékárúból. Ezt részben fagyasztottakkal helyettesítik, amelyek ugyanolyan jó ízűek pirítás után. Mindig van elegendő kenyér, kora reggeltől késő estig. Ezzel mindenki nyer. Kevesebb kenyeret pazarolunk, és jobban kiszolgáljuk a vásárlókat. Az EU egyik fő célja az élelmiszerpazarlás csökkentése.